Hello mindenkinek, én Netra vagyok, ez pedig a Prológus csatornája. A mai videóban a Bukaszló decemberi dobozáról lesz szó, én pedig ebben az unboxing videóban mutatom meg nektek, hogy mit is tartalmaz a doboz. Mivel december miről másról is szólna a hónap, mint a karácsonyról, ehhez illően egy karácsonyi dizájnt kapott a doboz, ami szerintem végtelenül aranyos, és minden hónapban eljátszhatnák. Szerintem nagyon jó pofa lenne, hogyha a tematikához illően alakítanák a logójukat, és mivel én még nem nyitottam ki, tegnap érkezett a csomag, megálltam sikeresen, hogy ne nyissam ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne, nagyon izgatott vagyok, szóval nyissuk is ki. Próbálom úgy tartani, hogy ti is lássátok, mi van benne. Szóval, nyissuk ki. Az első dolog természetesen, ami szembe jön velem, az egy kártya, ami rajta van a téma, ami a téli romantika, meg a hátulján ezen az oldalon, hogy mik vannak a dobozban, szóval ezt nem akarom megnézni, szóval félretesszük. Van egy ötletem, hogy mi lesz a könyv. És szerintem nekem ez a könyv megvan. Az első dolog, amit találtam, az egy kis herceges dísz, amit igazából nem vagyok benne biztos, hogy mire kéne használni, de majd, hogyha meglátom a könyveket, akkor megnézem, hogy mire jó. De nekem nagyon tetszik, nagyon aranyos, és szerintem, mivel Etsy-ről van, ez egy magyar készítőtől van. Ez nagyon cuki. Van még a dobozban egy csoki. Ó, ez nem csoki. Nem, ez nem csoki. Itt rajta van a csomagoláson, hogy ezt bele kell tenni, gondolom, forró tejbe, talán, és ez felavad, és akkor kakód lesz, vagy forró csokit. Nem tudom, majd kipróbálom. De nagyon ötletes, én még életemben nem láttam ilyet. A következő dolog, ami a dobozban van, egy könyvjelző, ami szerintem megint azt a könyv témát támasztja alá, amit gondoltam. A következő dolog is egy könyvjelző, viszont ez fából van, és faragás van rajta. Egy zsiráf meg egy bagoly, és az már elírva, hogy Winter Dreams. És ezt az olvasó gyártotta. Szerintem minket már láttam Facebookon valahol. De nagyon aranyos, és nagyon tetszik, csak sajnálnám beletenni egy könyvbe, szóval valószínűleg kiteszem valahova a könyves polcomra, hogyha rendet raktam rajta. Gyerekek! Ilyet már rengeteget láttam külföldi könyves dobozokban. És a következő egy zokni. Ahogy látom, ez elég hosszú. És nekem nagyon tetszik, eszméletlen. Majd megmutatom nektek, hogy milyen felvéve. Nagyon-nagyon tetszik. És nagyon jó az anyaga, meglepően jó. Nagyon tetszik. És most jön a könyv, vagyis igazából a könyvek, mert ahogy olvastam, a decemberi dobozban két könyv lesz, és mivel be vannak csomagolva ilyen zöld vászonba, ezért nem látom, hogy mik ők. Van benne még ebben a csomagolóban valami kis kerek, azt mindjárt megnézzük, hogy micsoda. A dobozt teszem. Ohoho. Ez nem csomagoló, ez egy szatyor, egy táska. Hát milyen eszméletlen már ez, úristen. Nekem nagyon király ötlet volt. Akárki találta ki, egy zseni. Pont néztem a napokban, hogy nekem kéne egy vászontáska valamilyen. Mert mindenki ilyet ford a suliban, és nagyon jól néznek ki. És végre lesz egy könyves vászontáska. Gondolatalvasók. Egyszerűen gondolatalvasók. Nagyon eltalálták ezt a dobozt, és még a könyvekig el sem jutottam. Szóval, nem a könyvet nézem meg először. Ó, ez szerintem tudom mi. Ó, igen.
Úristen! Nagyon jó! Ez egy könyves gyertya, amit hát még egyelőre nem tudom, hogy ki gyártott, de Kiss Me New York felirat van rajta, és ugye a bukaszlat, és egy lelkező pár, ami ugye a romantika témához passzol, és fantasztikus illata van, gyerekek! Nagyon jó! Olyan, hát nyilván karácsonyi, kicsit fahéjas, meg olyan karácsonyi sütihez tudnám hasonlítani. Kicsit olyan almás fahéjas talán, mint amikor tejet főzök. Nagyon tetszik. És most jönnek a könyvek. Igen, nincsen már semmi más a dobozban, a szatyorban. Szóval, nézzük! Jaj, oda sem merek nézni. Ja. Ó, tudtam! Nem, ez nem az. Hát a másik. De ez az. Kapunk két kártyát. Az első kártyán találhatunk egy képet Robert Catelini Rooney-ről, és a könyvről, ami egyből eszembe jutott, amint megláttam a kis herceges. Szerintem könyvjelző igazából, de mindjárt megnézzük. A hátulján pedig egy kézzel írott levél az olvasókhoz. A másik kártyán pedig egy kis herceges és rókás kártya, és igazából szerintem ez csak egy könyves polcra való dísz, de nagyon aranyos illusztráció, és nagyon tetszik. Az egyik könyv pedig egy menőkönyves regény. Már hallottam róla, láttam szerintem Facebookon, de nem vagyok benne biztos, vagy majom, vagy Facebookon valahol. Kathleen Ryder-től a Choke New Yorkban. Mivel én sem tudok túlzottan sokat erről a könyvről, ezért inkább felolvastam nektek, hogy mit írnak róla a hátulján. Egy karácsony, két megtört szív, 10 egyszerű lépés. 24 óra. Plusz egy könyv. Hogyan tett túl magad az exeden 10 egyszerű lépésben? Magával ragadó romantikus történet mindenkinek, aki képes átérezni az Empire State Building tetején kavargó hópelyhek varázsát, és már valaha is elgondolkodott azon, hogy az igaz szerelem nem a check-in pool túloldalán vár rá. Eddig elég érdekesen hangzik, én élek-halok a romantikusokért, szóval szerintem nem fog sok időbe telni, hogy ezt elolvassam. És lássuk a második könyvet, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy az lesz-e, amit gondoltam. Boom. Hát, pont ez, amire gondoltam, és nekem van belőle egy másik is itthon. Igen, pont itt. Szóval még majd kitalálom, hogy mit fogok kezdeni a plusz egy példányommal. Majd valami jó célra fordítjuk. És azt kell mondjam, hogy ez a könyv fantasztikus. Hogyha hosszabb véleményt szeretnétek róla olvasni, akkor írtam róla egy bejegyzést a blogomon, azt belinkelem a leírásban, ott meg tudjátok nézni. De pár szóban két diákról szól, kis hercegről és rókáról, mivel ez a történet egy kis hercegre telling, ezért is volt az elején a kis herceges könyvjelzőszerűség a dobozban. És ők találkoznak az iskolában, különböző kapcsolatok alakulnak ki az eredeti és a kitalált, újonnan kitalált szereplők közül. Nem mondok többet, olvassatok el magatoknak, nem szeretnék spoilereket. És igazából, igen, ennyi lett volna az, amit a dobozban találhattok. Mindjárt meg is nézem, hogy nem hagytam neki semmit, de mivel teljesen üres minden, ezért gondolom, nem? Igen. A doboz tartalma Kathleen Ryder Choke New Yorkban és Robert Catelyn Szelidíts meg, Pipa. Robert Catelyn személyes üzenete a doboz vásárlóinak, Pipa. Forró csoki mártogató, hát nagyon ügyes vagyok, taps magamnak, eltaláltam, hogy mire jó ez. Karácsonyi zokni, Pipa. Téli romantika témához készített egyedi könyvjelző, megvan, ez volt. Karácsonyi illatú kézműves gyártya. Hát ez fantasztikus ajándék volt, ennek nagyon örülök. Kis herceges kézműves képes lap, pallagi virágtól. Az ez volt. És még egy lajháros vászontáska. Ezek voltak az ajándékok a bukaszlat decemberi dobozában. Úgy gondolom, hogy a témához nagyon illő
ajándékokat válogattak, mindegyik egyesével nagyon passzolta a témához. Az én személyes kedvencem az a gyertya és a táska volt, de a zoknit, ezt is imádom, nagyon imádom. Továbbá ugye nyilván a könyvek közül inkább, amit nem olvastam, a Csók New Yorkban tetszik jobban, de mindenképpen ajánlom mindenkinek a Robert Katalinos könyvet, mert az is fantasztikus történet. Engem meggyőzett a bukaszlat a teltdobozokhoz képest, amit én legutóbb láttam személyesen, ahhoz képest nagyon nagyot fejlődtek, és látszik rajtuk, hogy hallgattak a tanácsokra és a megjegyzésekre, amik beérkeztek hozzájuk a tesztkör során. Már ez a doboz kinézetén is látszik, ugye a logót megcsinálták nagyobbra, kevésbé pixeles, jobb az elrendezése, és az ajándékok is nőttek minőségükben és mennyiségükben egyaránt. És őszintén szólva, én nagyon jó ötletnek tartom, hogy a decemberi dobozba két könyvet tettek, mivel ez tényleg egy karácsonyi ajándék feelinget ad. Ennyi lett volna a mai videó, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el megnézni a leírásban a honlapunkat. Facebookon is megtaláltok minket, továbbá az Instagram oldalunkon is. Én Netro voltam, ez pedig a Prológus.